Az inframűholdgépen látható, hogy több ciklorendszer is található kontinensünkön. Hétfő késő délután Olaszország felett örvénylő ciklon hatására záporok, zivatarok alakultak ki, amelyek főként hazánk délnyugati tájén adtak egy kis ízelítőt. Kedden a videókészítése közepette pedig északkeleten pattantak ki zivatarok. A másik fontos, alacsony nyomású képződmény Nyugat-Európa mentén rajzolódik ki, mely egyre jobban megközelíti térségünket. Az 5 kilométeres magasságban lévő hőmérséklet és nyomás előrejelzésünkön látható, hogy a már említett markáns ciklonnak előoldalára kerülünk. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy szerdán kissé melegebb, majd csütörtökön hidegebb légtömegek zúdulnak be a Kárpát-medencébe. Továbbá ez a kellő mennyiségű nedvességgel párosítva ismét kedvező feltételeket teremt újabb zivatarok kialakulására a hét folyamán. De nézzük is meg, hogy milyen idő várható a következő pár napban. Szerdán átmenetileg többfelé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Jelentősebb felhőzet csökkenésre délutántól számíthatunk. Elszórtan kisebb záporok lehetnek, sőt, egy-egy zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19-24 fok között alakul. Ezt követően felhőtlen lesz az éjszaka. Csütörtök délelőtt túlnyomóan derült lesz az ég. Délutántól elsősorban nyugaton erőteljes gomoly felhőképződés kezdődik, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Ezzel egy időben nyugat felől egyre több helyen alakulnak ki záporok. Késő délutánra a légköri feltételek zivatarok kipattanására is kedvezőek lesznek, így ezek is szép számmal megjelennek, főként a Dunántúlon. A csúcshőmérséklet 22-25 fok között alakul, néhol, ahol zavartalan a napsütés, akár melegebb is lehet. Az éjszakai órákban, ahogy az előrejelzett csapadékintenzitás animáció látható, a csapadékzóna észak-kelet, kelet felé vonul. A középső ország részben délelőtt, keleten csak délutánra szűlik meg várhatóan a csapadék. Pénteken a csapadékkal együtt a frontális felhőzet is elvonul, így a Dunántúlon már délelőtt több órára kisüt a nap, majd késő délutánra keleten is csökken a felhőzet. A hőmérséklet pár fokkal alacsonyabb lesz, mint előző nap, de így is 19-22 fok várható. A hétvégén a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg. Szombaton nem valószínű, vasárnap is inkább csak a nap második felétől lehet elszórtan eső, zápor. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 19 és 24 fok között várható.